és kalimba. Akkor kell. Nagyon figyeltünk. Annyi tényleg.
gondoljátok, akkor tízbe szállok. Úr, de jó lesz. Talán bácsi van. Próbálj csak azért valamit csinálni. Köszönöm szépen!
Magas élet Magyarországáról készült egy nagyszerű film, Timár Péter rendezésében, Csini Baba címmel. A filmben szereplő dalok akkor is slágerek voltak, dúdolták őket az emberek, de úgy tűnik, nincs régi sláger, meg új sláger. A zene jó, a jó zene időtálló, ma is ugyanúgy hivatva hozható. A mai este folyamán két kiváló dal hangzik fel a Csini Baba című filmből. Elsőként hallgassák szeretettel a Reszket a holdató vizén kezdetű sláger. A koncert későbbi részében pedig a Fogj egy sétapálcát című jazzzenét hallhatják majd. Dalomvilága,
gyökereiben főleg a német népművészetre támaszkodik. Brahmsot közeli kapcsolatuk fűzték az akkori magyar zenei élethez. Többször hangversenyezett Budapesten, és nagyon sok magyar barátja volt. Magyaros dallamokat jegyzett fel, és ezeket a közismert magyar táncaink kívül számos más művében is feldolgozta. A mai estén meghallgatjuk Brahms magyar táncait egy eredeti magyar páros előadásában. Thank you.
emberek élete régen nem csak a földre és az állatokkal kapcsolódott munkához kötődött, hanem legalább ilyen fontos szerep jutott a szerelemnek és a fékpának is. A következő percekben két lány esti beszélgetéséről látott elbeszélést, és ezek fogják megeleveníteni egy nagyon kedves életképet az ő életükről. És a feketékből álló tendek dallamai. Ez az új zene lassan elhagyja New Orleans, és elindul hosszú útjára, hogy bemutatkozzon a világon. Sok idő telt el azóta. Útja során, most pont itt Tiszafüreden is megállt néhány percre, hogy bemutatkozzon, adjunk neki alkalmat egy kiváló előadó művész közreműködésével, hogy mi is megismerjük. Thank you.
és most egy pillantás a romantikába. A társas táncok közül a keringőnek van a legrégebbi hagyománya. A keringő gyökereit kutatva egészen a 12.-13. századig lehet visszamenni. A tánc a gyors, egyenletes, szárnyaló, teretbe töltő lépésekben és forgásokban a fejeződik ki. Egy csodás melódia táncra ösztönöz minden táncos lábú ember. Következik tehát Lantertől keringő. Nagyon büszke a szépségére, kecses, finom,
és több fajtája is van. Bütykös, kicsi, nagy, fehér, fekete, énekes, és a mai estére sikerült egy olyan táncos lábú hattyúpárt beszereznünk az önök számára, hogy majd meg tudják látni, hogy mire is képes egy hattyú. Egy kis zenei kísérlet is lesz a találkozó zene, de nagyon figyeljék, hogy milyen szépek, kecsesek, és milyen szépen táncolnak. Három vöröshajú szépség áll a következő történet középpontjában, akik mindhárman az öntörvényű, különleges férfihoz, Julien Mistral-hoz kötődnek, a festőhöz, a zsenihez, a szeretőhöz és apához, akinek szenvedélyessége mindjájukat megérteni. Maggie Flamboyant, a fiatal Mistral múzsája, a 20-as évek Párizsának ragyogó szépsége, aki az elsők között álmodellt meztelenül, és akinek egy amerikai férfihoz fűződő tragikus szerelméből lánya születik,
Teddy, Megi lánya egy véletlen folytán találkozik a festővel, és viharos kapcsolatuknak egy lánygyermek, Hóg lesz a gyümölcse. Mistrel lánya Makacs és Vakmerő, aki apjától örökölt tehetségét a divatvilágban kamatoztatja, és akárcsak szülei, ő is minden kockára tesz a szerelemért. Chanel, Colette, Picasso és Matisse a 20-as évek Párizsától, az 50-es évek New York-i pestítő modellügynökségein át a 70-es évek modellvilágáig vezet az út. Következik Kozma a 60-i, örökzöld szerelem. Ooh.
Egy szegény zeneművészeti főiskolán végzett fiatalember nem talál állást magának. Nézegeti az újságokat, keresi az álláshirdetést, és egy szép nap rátalál egy hirdetésre, aminek nem írták ki, hogy miről is lenne szó abban a munkahelyben. Elmegy, és az állást az állatkertben hirdették meg, bemegy, bekopog a vezetőséghez, és kezd érdeklődni, hogy mit is kell csinálni. Elmondja a vezetőség, igazgató úr, hogy arról lenne szó, hogy a napokban a szegény gorillájuk elpusztult, és igen-igen magas fizetést fog neki felajánlani, hogyha a fiatalember fel fogja vállalni a gorilla szerepét. Szegény fiatalember nagyon-nagyon megrökönyödik, megijed, de úgy gondolja, mivel pénzre mindenkinek szüksége van, hát elvállalja az állást. Beöltöztették, bezárták a ketrecbe, és elkezdte a szerepét játszani. Nagyon, de nagyon jól sikerült minden mutatványa, ellenben az egyik napon, az egyik akrobata mutatványnál véletlenül nem tudja megfogni a kötőt, leesik és elvesztette eszméletét. Egy gyönyörű álomban merült el, és hogy vajon mit is álmodott ez a szegény fiatalember, nézzük meg együtt. Thank you.
Örmény zeneszerző. Főművei a Spartacus című balett, első-második szimfónia
és a Gaján című balett szvitje. Ezt 1942-ben mutatták be Leningrádban. Ennek a műnek az eredetisége az, hogy ebben a zenében megtalálható az örmény, a grúz és az azerbajdzsáni népzene lángoló színei, gazdag dallamossága és a vérpezsdítő ritmikája. Hallgassuk meg a mai estén a kardok táncát, mely ennek a balettszvitnek az egyik legismertebb része.
Magamnak nincs a mikrolemezem, Dixielandben muzsikál a szerelem. Nagypapáink vértesítő dallamát vidám kedvel járja ma az ifjúság. Fogj egy sét a pálcát, és légy vidám, köss a nyakkendőkről csokrot tovább. Ám a csenszó sem kimondott csacsisán, fel kell tennem éjjel itt a nagypapát, mutassa meg egy pár csenszó figurát. Fogj egy sétapálcát, és légy vidám, köss a nyakkendőkből csokrot tovább. Mindent mit kinő, és így eleresztve jár.
Sokan a jazz tartják Amerika legfontosabb hozzájárulásának a világ zenéjéhez. A jazz nem más, mint az afrikai és az európai zene ötvözete. Ez a zene Amerikában indult el, és akkor jelentek meg a legújabb stílusok, játékukat a ritmus és az improvizáció jellemezte. Később a fehér muzsikusokat is látva hozta ez a néger játékstílus, amelyet nem csak utánoztak, hanem tovább is alakítottak. Így jött létre a fehérek nagyobb létszámú jazz együttese, az úgynevezett Dixieland, melyben fontosabbak az egymást követő hangszerszólók, mint a kollektív rögtönzése. A mai este egy hasonló jazz együttest fogunk meghallani, igaz, hogy fehér kis emberekből áll, több generáció együtt fog muzsikálni és feleleveníti az amerikai hangulatot. Thank you.
Thank you.
Mielőtt tantestületünk elbúcsúzik önöktől, engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk szponzorainknak, akik hozzásegítettek a mai esti koncertünkhöz. Kupir Papírbolt, Zenélő Gyermekekért Alapítvány és a Veres Kertészet. Köszönjük szépen segítségünket! Utolsó műsor számunk előtt engedjék meg, hogy egy idézettel búcsúzzam önöktől. Létezem, mert vannak barátaim. Azért maradtam felszínen, mert ők az utamba kerültek. Megtanítottak arra, hogy magamból a legjobbat adjam, még akkor is, ha az életem néhány pillanatában nem bizonyultam jónak. Sok emberrel találkozunk az életben, de csupán néhány gyakorol nagy hatást szívünkre és lelkünkre. Ők azok, akik kiköltik gondolatainkat, és akik mindig fontosak maradnak számunkra, ezek az igaz barátaim. Az esőt felszállítani úgy sem tudod, a szellőt megfordítani úgy sem tudod. Ujjaim közül akkor úgy száll, mint szürke bor, és a szél úrja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elveszett álmot visszahozzák véged majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy a szellem boldogságot sem tudok, s az érzést elhallgattatni úgy sem tudok. Ujjaim közül lapok, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak
tudja, hogy mit szabad. Van, aki nem teszi, amit nem szabad. Van, aki nem tudja, hogy nem szabad. S olyan is van, akiről nem értem, hogy miért szabad.
Nagyon szépen köszönjük. Gondolom, hogy jól érezték magukat ebben a szűk másfél órában. Én nem beszéltem meg a kollégákkal, de én gondolom, hogy megígérjük, hogy máskor gyakrabban fogunk tartani ilyen hangversenyeket. És most már ők elvégünk. Hadd mutassam be a kollégákat, tanulóinkat, akik részt vettek a mai hangversenyünkben. Dajka Martin. Somogai Bence. Bodon Bence. Kulcsár József. Köszönöm szépen!